Kett reggelhez érkezett a Morales családnál, és ott fent vannak a falak, és ma Hanát fogjuk kísérni, figyelemmel kísérni. Ugyanis neki aztán pont nem régen kapott emelést is, illetve 2 óra múlva jönnek, ami azt jelenti, hogy egészen korán. Ja, 1 óra múlva már itt is vannak. Hú, ennek kéne valami gyors. Tudod mit, elrakunk, fogj valamit, és elrakunk, még kiveszek ide is spagettit. Ezt elrakjuk a zsebedbe, mert nem hiszem, hogy lesz már időd enni. Bármilyen van 1 órát, gyors, ébredj fel, gyors, egyél. Nem akarom, hogy ott költsünk pénzt erre. Ha meg nem fér beléd, akkor zsebre rakjuk. Ez a szabály. Ja, ez egész kiöltem kúszott így. Igen, és így most Hannával menjünk a munkahelyére, a többiek majd majd mennek az ugyanúgy a sajátjukba, mindenki megy munkába. Ja, mindenki nagyon jó. Nagyon jó. És a Hannának már célja az, hogy sikeresen diagnosztizáljunk, illetve kezeljünk 2 pacienst, 20 percünk van, siess. Jó, ennek ezt nem várom ki, mert ugye akkor ő szokta, hogy rögtön elvisz, hanem lehúzom, és akkor ezt berakjuk a zsebedbe. Jaj, még nem lehet. Oké, na. Így. És majd ott, ha a munkáját befejezed. Csak nagy egy spórolunk is egy kicsit, de elküldöm még WC-re, de szerintem nincs mások haszna. Ja, na, beletartunk. Meg is érkeztünk. Milyen kis csinos. Kis lila kesztyűben, mert különösen a lila kesztyű tetszik. Közben egy csimi vakarózik, hogyha hallani lehet. Na, hát le kellene fürdeni, de most erre nem. Akkor nem lássunk is hozzá a betegekhez, látunk, hogy nincs itt a szerelmünk. Bár most te vagy az orvos, Zoe. Igen. Ha. Jó. No, hát akkor diagnosztizálunk estébb-estébb, azt a kit válasszak. Legyél te, Sandy. Vagy nincs itt ismerős, mert akkor valakinek kezdődben nem látom. Na, na jó, gyere, menjünk Sandyhez, és akkor ugye megcsináljuk az ilyen alapokat, mik ezek. Megvizsgáljuk, mintát veszünk tőle. Mi ez még? Ez. Így. Egész jól néz ki. Nincsenek rendesek. Ez egy kis apróság, ezt írja. Kell még többet ilyen csinálni, és akkor megnézzük a fülét. Hát tetszik, hogy a világra. Jó, meg az ír. Mit ír még itt a szemeket? Oké, okay. Pont az írt volna. Aztán szerintem itt egyre kevesebb. Ja, még ezeket kellene. Ja, nem várjunk ez, hogy melyiket a... Jó, ja, mi? Most teljesen ez a régen sajátom. Ja, igen, ezek látnak a betegségeit. És a következő diagnosztizálnak el, akkor figyelj! Csináljunk egy ilyen röntgen. Így is azt írja. Mi? Itt hagytad a munkádat. Azt mondta, hát én elmentem innen, sziasztok. Így beállt most ő. Mia. Nem is látta még, hogy így felváltják egymást. Az olyan round. Vagy csak éjszakázott. Rendben. Jaj, 2 kellene, anyáival nagy, hogy ez a 2 minden, meg ma meg lenne. Jó, és akkor most visszakísérjük, aztán pedig analizáljuk a mintáját. Ha, úgy bírom, hogy felállítja, a másik meg ott áldogál. Jó van, Dominik is nem sokkal munkában, majd beállítom, hogy neki dolgozzon keményen. Más nem is kell. Milyen hazai jó korán megy, de legalább hamar haza is ér. Jó van, na, azt írja, hogy... Hol van? Helyre jutottam. Na, akkor mit? Ó, még mindig 2 közül lehet választani. Várjunk csak. Pedig már mindent megcsináltunk. Ajjajjajjajjaj. Na, akkor így most tippelnem kell. De aztán, hogyha nem jön össze, akkor mi lesz? Nem tudom, akkor figyelj, beszéljük meg az ezt, és majd megnézem, hogy hogy viselkedik, hogy mire gondol. Mert az egyik az a... Vagy az ilyen szemek, vagy pedig az ilyen tripla fenyegetés, vagy nem tudom mi az. Hát nem látom, hogy bármi baj is lenne. Kóbi meg izé, várjunk beállítalak, hogy keményen dolgozz. Hát nem látok rajta semmit, nem tudok mit tippálni. Jaj. Hát figyelj, akkor betippelem a legyen a
a tripla, hogy hívják ezt le? Mert az nem mozgatja, nem nincsenek olyan szemei. Úgyhogy hát figyelj, hát majd lehet félre kezellek. Ugye most piros lett most, hogy már így diagnosztizáltuk, úgyhogy most már. Hát, jaj, várjunk csak. Meg műtét lesz itt. Jaj, micsoda, itt meghal egy néni. De legalább a kórházba. Ő meg elmegyek műteni. Micsoda, ez ilyen újféle halál, nem? Eddig még így nem haltak, meg volt itt ez. Minden beteg idejött, körbegyűlt. Ti vagytok a következők. De várjunk, közben fogjuk. Hát igazából itt annyira... Hát még ez az első műtét, de körülbelül a szövés is ilyen volt, nem? Na nézzük az első műtétet, egy kicsit felrakott egy friss falat is. Persze mindig átakar mindenre. Na lássuk az utcát. Jaj, de kínos. Jaj, mit csináltattál azzal a... Hoppá! Jaj! Sandy, fuss! Jaj, tényleg. Na, ezt vele is megcsinálták. Jaj, közben 24 órán van bemutatni a számát is. De kínos. Megcsikiszte, hol viselnek a bagyosnak is bár egy keményen dolgok. Ma megint a szívét fekták. Mi? Ó, de kár. Azt mondja, hogy egy bukás volt az egész. És azt mondja, hogy elismertem minden, sziasztok. Szia! Hirtelen meggyőzte, hogy mi lett veled. Vagy azt mondja, hogy én itt nem akarok részt venni, mondjuk azt meg is érteném. Betegek, tessék mindenki visszamenni, vége a show-nak. Itt a sír. Szóval ez itt marad, vajon? Hát most a zsebre tudnánk rakni, ha akarnánk. hát figyelj, titeket kezeljünk akkor. Mit kell csinálni? Tehát diagnózis, tévárjunk meg valamit elbújni. Na, megvizsgáljuk. Megnézzük a hőmérsékletét. Ja, látom rajta, van egy kis pöttyök. Úgyhogy ez már jelenthet valamit. Ezért szeretnék még többet. Hát azt mondja, hogy menjünk el röntgenre megint csak. Hát ha ez segít közelebb vinni minket. Hát csak az a baj, hogy nem sikerült itt még egyet se. Mondjuk még nincs vége, de a napnak sikerült, hogy hallom jól. Oké. Okay. Na nézzük, mi van még itt. Jaj. Ez. Nem lehet már egyébként kezelni téged teljesen véletlenül. Láma vagy Sveri sem? Szerintem ez a láma, mert a Sveri az ilyen, attól mindig így ízadnak. Úgyhogy szerintem ez ilyen, ez láma. Csak hogy ugorjunk a lényegre. Aztán majd meglátjuk, hogy igaza volt, de most ez kiderül, hogy már most ugye a lámára adunk neki injekciót. Nem volt sikeres. Úgy látszik, hogy a diagnózis nem volt jó. És ez leviszi a munkát. Teljesítmény, te jó ég, mennyire levitte. Ez elég kellemetlen, ez így. Hát akkor figyelj, adok egy már... Én nem lehet most már megmondani, hogy végig is a másik volt ez? Nem, kifeküdt. Hát, ez kínos. Hát nem egy hamar fogunk most vele elérni bármit is, de akkor gyorsan legyen a vizsgáim meg téged is. De hát nem úgy nézett ki, mint a izé, nem egy. Látom, hogy köhög. Meg sebbi sebek vannak rajta. Oké, okay, meg megnézzük a... Ez befing... Befingott! Ilyet nem is, ilyet nem is volt még, vagy... De volt, volt már, én a szemeket kellene megnézni. Azt hittem, hogy így nem zöld. Mi történt itt? De jó, igen, megöregedett itt. WC-re is kell mennie. Ah, folynak itt az események itt a kórházba. Na, várjunk, vagyunk tőle. Na, ettől eltűntek a sebei. Ez olyan érdekes. Nem elmegy enni, nem. Remélem, nem vetted már meg.
De szerintem megvette. Szerintem pont megvette és le is akarta. Ott van. Szégyelje magát, most erre pénzt kérni, erre kapja. Össze-vissza van mindenki, össze-vissza mászkál. Ez is. Nem is tudom követni. Ez. Ez. Ja, nem sikerült, mi nem sikerült. Ez. Hogy? Mindegyiket megnézem, hogy hát, ha sikerülne már őt legalább meggyógyítani. Mi a neve? Tonya, ugye? Tonya. Jó van. Hát, ha sikerülne, hát. Nem akarom annyira kihúzni a napját se. Jó sokat dolgozott ma. Kész az analízis. Akkor ez most már meg tudja nekem mondani, hogy nem, így se lehet. Ha, így is van annyi, mint a, annyi választás. Hát akkor el kellene menni. Hát akkor csak meghosszabbítjuk. Még akkor elviszük egy pár helyre. Röntgen, meg ilyesmit, egy kicsit lejjebb kell hozni az esélyeket. Szegény, félre lett kezelve, meg meg is idősödött. Jaj, semmi értelme nem volt neki, azt írja. Mert nem derült ki belőle semmi. Hát akkor elmegyünk futni. És ez már tökre nem szeret minket, azt mondja, csak ide-oda rángat, nem is tudja, mit csinál. Hát mondjuk ez a műtét után, meg a félrekezelés után, ez nem a Hana napja. Kiderül belőle? Nem, semmi. Az a baj, egyiket nem, soha nem is merek tippálni. Meg nem is tudok már mit csinálni vele, mert már mindent megcsináltam, megbeszéljük az egészségét, ezt a kettőt kipróbáltam. Kezelni meg ugye még nem. Úgyhogy nem tudom, hogy igazából melyiket kellene kijelölni. Nem is merek itt. Inkább ez a napot, hát majd szerintem majd legközelebb próbálkozok, eddig hozd rendre magad egy kicsit, eddig edd meg a legalább, amit megvettél. Ott a beteg előtt. Hát nem a mi napunkban, de 1500 lett. Ez lehet szép. 884-et kerestünk. Dominik is, na nézzem, várj, mennyire lettél jobb a munkádba. Hát, nem igazán. Vagy nem is tudom, hol volt ez alul. Nem, de akkor már nézzük mindenkit, ő már vécézik is nagyon jó. Te is vécézve, mondjuk akkor fent, vagy nem, itt van hely még. Itt lehet vécézni. Még van étel is, amit befejezhetsz egyébként. Ő szomorú, gyászolja a házát. Neked akkor házi feladatot fogunk kérni, meg ugye milyen ruhában vagy te, hogy ilyen otthoniba? Veled mi újság? Ja, te is menjél lenni, megy is, nem is kell neki mondani. De aranyos beszélgetni szeretnék Krisztina Erszkén, és itt is hagyjuk. Le is kéne tusolni. Ja, meg közben ezt egy kis ilyet mindent. Fúj ezt a rosszat, akkor ne edd már megromlott. Te meg kivetted és bűvölöd. Ennek a... De miért babrálni teszi a sütit? Jaj, össze-vissza van már minden. Átjöhetnám apa is, hogy segítsen a hátiba. Jaj, Kóbi, fizess már be a szemát, ha már itt tartunk. Már meg igapcsolják itt a villanyt ránk. Úgy mi? Na. Kóbi se érzi magát. Nyissuk ezt ki, egy ilyen spagettit. Hana. Egész fáradt, de figyelj, mi lenne ezt, hogy most kitakarítanánk gyorsan fel, és mosnánk ki is, minden köszönöm, hogy most itt te fogsz takarítani. Na nézzelek, te meg befejezted a házi feladatot, de kíváncsi, hogy jó tanuló vagy? Nem. Még mindig ilyen C. Na majd akkor vannak belehúzol. Igazából akkor mi kell neked? Ja, csak hogy beszélgessem, hogy legyen egy best friend forever, egy BFF-je. Na, várjunk, közben nézem, hogy hát, ha itt gyerekek mászkálnak, de nem. Valami gyereknek kéne itt elsétálnia, és akkor olyan jó barátok lennének, hogy maga most nem tudom, hogy elküldeni a... Ma annyi mindenkinek van sok baja, nem akarni kell menni most közben a játszótérre.
Hát figyelj, addig mondjuk, mit lehet itt csinálni még? A mentált tudná növelni. Jöjjetsz egy kicsit csakkoz. Ja. Dominik, ne csak állj, akkor mosogassunk el. Na. Mindenki most egy kicsit takarít, de ne, ne felejtsd el ezeket sem. Mindenki, akkor kijelölöm időt különböző az ő kedvéért. Jó van, nézzük, tehát már kitakarít a hűtőt, vagy? Ja igen, kiveszek a hűtőből. Nézzelek téged, akkor támészek svécézni. Aj, hát Dominik pont, most ezt le fogom megcsinálni. Azért, mert ha nem, egy kicsit, hát nyűgös egy picit. Várj, Hana, csak pont azért akartam, hogy nézzük, mi van még. Hát nincs mások túl pas, vagy pont azt akartam, hogy főzz egy kicsit. Legyen, mit a legaljára legyen, legyen. Hát az ennyi nem kell, jó volt ez a, legyen ez a takós. Mindenki kezd egy kicsit álmos lenni. Ja, itt Kolbi, sakkozz már a Krisztinnál. Jaj, még kis hangosak. Jaj, már megint hallom az ufók. Ja nem, azt hittem az ufókat hallom, de csak itt ez. Ja, ezt figyelj, menj ezen keresztül. Többé kell. Ó, itt egy munkatárs, ahogy látom. Munkából sétál hazafele, egyedül a sötétben. Hú, ebből olyan kis kisfilmet lehetne csinálni. Tum, 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 tum. nézem. Ja, még mi van itt? Ja, meg hát itt ki kéne dobni, fel kéne mosni. Szeretne csókolózni, ezt kijelöljük, de jóval maradhat. Nem is beszélgetett Krisztina, az így eltűnt vajon. Ja, úgyhogy mindenki tennek is esettek, te is vegyél egyet. Te is vegyél egyet, bár szerintem ki akar már dőlni, nagyon korán kelt és későn is jött. Holnap dolgozik. Ja. Szegény nagyon lemegy. Kolbi nagyon közel áll, nagyon jó lenne, ha lenne már neki. Ja, elmentek aludni. Hát mondjuk, későre jár valamennyire. Ezt eltesszük? De arra is legalább tudnak most már beszélni, mindig ezt a hiánya volt. Mert közben egyetek, aztán mentek lefeküdni. Szerintem mennyi is, ja, mennyi most. Te is mennyi lefeküdni. Ja. Fú, hát elég érdekes nap volt ez, de a következő majd innen folytatódik.